Mindenekelőtt szeretnénk reagálni a kormány által bejelentett gazdasági akciótervre. A Mi Hazánk mozgalom azt gondolja, hogy a bejelentett intézkedések jó irányba mutatnak, de ez kevés. A Mi Hazánk mozgalom a Zuckerberg adó bevezetését kéri a kormánytól. A Zuckerberg adó névvel a digitális multikat illetjük, azokat a digitális multinacionális cégeket, kiemeltem pedig a Facebookot, amelyek Magyarországon hatalmas pénzeket, milliárdokat beszednek a magyar emberektől, a magyar vállalkozásoktól, de semmiféle adót nem fizetnek Magyarországon, és láthatjuk, hogy a védekezéshez, vagy akár a gazdasági károk enyhítéséhez sem járultak eddig hozzá semmivel. Azt is szeretnénk, hogyha a Zuckerberg adó kivetésével az önkormányzatok terheit csökkenteni a kormány, ugyanis elfogadhatatlannak tartjuk a gépjármű adó elvonását az önkormányzatoktól, tekintettel arra, hogy ez valójában a vidéki kistelepüléseket sújtja, azokat a községeket, ahol a helyi bevételeknek akár a felét is, 50%-át, de jellemzően 15-20%-át is kiteszi ez a bevétel. Ezeknek a kis településeknek az élete veszélybe kerül a következő előttünk álló időszakban. Mindezt úgy, hogy ásotthalom polgármestereként is mondhatom, hogy semmiféle kormányzati segítséget, támogatást nem kaptunk, például ahhoz, hogy a helyi idősek otthonában, gondozási központban, vagy akár az egészségügyi intézményekben maszkokkal és orvosi segédeszközökkel fel tudjuk szerelni a dolgozóinkat, tehát az önkormányzatnak ezt saját forrásból kellett beszereznie. Egyébként a Mi Hazánk által vezetett településeken, Cserháthalápon és Ásotthalmon ellátjuk valamennyi lakost maszkokkal. Ezek saját készítésű maszkok, az önkormányzat vásárolta, vagy felajánlásból kapta ehhez az alapanyagokat is. Azt is szeretnénk, hogyha a végrehajtási eljárásokat leállítanák a veszélyhelyzet idejére, ugyanis a kormányzat elfeledkezett azokról, akik már egy folyamatban lévő végrehajtási eljárás által nem jutnak hozzá a pénzükhöz, hiszen sok esetben nem csak a 33%-ot, hanem egyébként szabálytalanul annál nagyobb összeget is leemelnek a számlájukról végrehajtási eljárás jogcímen. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha a Zuckerberg adóval és a magyarországi oligarchák megadóztatásával, hiszen róluk szintén elfeledkezett a kormányzat, kiváltaná a kormány az önkormányzatoktól a gépjármű adó elvonását. Azt is szeretnénk, hogyha ezekből a bevételekből, amelyek óriási, sok milliárdos bevételt jelentenének az államnak, a magyar kormány bővítené a gazdasági intézkedéseit, bővítené azoknak a körét, akikre nem vonatkozik a járulék fizetési kötelezettség, és bővítené azoknak a körét, akik a veszélyhelyzet, a járványügyi veszélyhelyzet idejére fizetést vagy fizetéskiegészítést kaphatnának a magyar államtól. Azt is szeretnénk, hogy a magyar állam az álláskeresőkről sem feledkezne meg, hiszen jelenleg gyakorlatilag lehetetlen egy állásinterjúra elmenni. Tehát ezek a magyar állampolgárok is teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek.